Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Karcagi Katasztrófa Védelmi Kirendeltségen. Lévai Kálmán úrral beszélgettünk, hiszen egy állománygyűlés van több fokozatban. Mi a célja ennek a mai állománygyűlésnek? A mai állománygyűlésnek alapvető célja, hogy 2012-es évet értékeljük, bár már jól benne járunk a 2013-as évbe is, de hát az évelei tervező, előkészítő munkák nem engedték meg, hogy megálljunk, leüljünk és megbeszéljük, hogy mit hagytunk magunk mögött. Alapvető célja ez, azért több fokozatban, mert a kirendeltség maga a katasztrófavédelmi tevékenységet értékeli, a tűzoltóparancsnokság pedig állománygyűlésen a tűzoltóság munkáját értékeli. És ön hogyan értékeli a 2012-es évet, hiszen azért nem volt ez zökkenőmentes az indulás, hiszen egy új felállás alakult, új feladatokkal. Hogyan sikerült megvalósítani az előírásokat? Hát egy summás értékelés az volna, hogy túléltük, és túlélte a lakosság is az átalakulást. Szerencsére különösebb problémák nélkül megúsztuk ezt az előző évet. Hát nagyon rossz fogalmazás ez, hogy megúsztuk, de mégis azt gondolom, hogy reális, hisz teljesen új dologba kezdtünk, új feladatok merőben, új feladatok vártak ránk, nekünk is tanulni is kellett, szokni is kellett ezeket, fölnőni hozzá, hogy tényleg hatékonyan tudjuk végezni, ne csak kipipáljuk valahogy, hogy túl vagyunk rajta, aztán kész. És a másik az, hogy előremutatónak kellett lenni, mert azt, hogy egyszer megcsináltuk, nincs vége, következő évben ciklikusan újra jönnek, jöhetnek ezek a feladatok, és hát a fontos ugye a lakosságvédelme, a vagyonvédelme, ennek érdekében mindent meg kell tenni, és ugyanakkor még küzdünk bizonyos fajta ellenérzésekkel is, mert még a lakosság sem ismeri kellő mértékben, hogy mit is végez a katasztrófavédelem, miért dolgozunk. Ennek bizonyos szegmensét látják, adott esetben a bírságokat látják, hát ettől nem leszünk nyilván szimpatikusak, meg a tevékenységünk sem, de mind-mind a megelőzést szolgálja, amit teszünk, és hát előremutatónak kell lenni egy bírságnak is, hogy ha már kiszabásra került, hogy jövőben mihez kell tartani magát, akár a létesítményeknek, akár az állampolgárnak magát, és ez az a sok feladat, ami összecsapott szinte a fejünk fölött, de szerencsére ki tudtuk dugni a nyakunkig a fejünket a vízből, és levegőhöz jutottunk. Április 1-én már egy éves lesz a katasztrófavédelem a kirendeltségi szinten. Egy nagy ciklusnak vége, és kezdődik újra, de reméljük jobban, magasabb színvonalon. És hát persze új feladatokkal, hiszen ebben az évben is kaptak a kéményseb feladatoknak az ellenőrzése, tehát azért megint bővültek ezek az eddig elmondott feladatok is. Sok év óta elhanyagolt terület ez a kéményseprő kérdés, és nem igazán a kéményseprőkről, hanem a kémények állapotáról van szó. A kéményeknek olyan állapotáról, ami az állampolgárra, lakosokra veszélyt jelenthet. Kigyulladhat a födémszerkezet, kigyulladhat a gerendázat, meggyulladhat tőle a lakás. Egyik. Ez talán látványosabb és kezelhetőbb, bár adott esetben nagyobb anyagi kárról járó esemény lehet. Viszont ami e télen talán még inkább előjött, a szénmonoxid mérgezés, aminek egy része szintén a kéményekből, kémények elhanyagolt állapotából elkártányosodott, eltömődött, belefészkeltek a madarak, stb. Stb. Tehát ezekkel is foglalkozni kell. Hát mi alapvetően a kéményseprő ipari tevékenységet felügyeljük, de azon keresztül nyilván a kémények állapotát is. Hát már volt szerencsénk hozzá, ez év elején alig kezdődött el az év, 80 kéményt kellett eltiltani a használattól, tehát kéményt nem lehetett használni, mert veszélyes volt vagy a lakosra, aki benne lakott az épületbe, vagy az épületre alapvetően és azon keresztül a lakosra újfent. Új feladat, nagy feladat, sok feladat, amíg eljutunk oda, hogy mindenki megemészti, hogy miről szól a történet, és mindenki betartja a jogszabályokat saját biztonsági érdekében is. Azt hiszem, hogy akkor lesz feladat, és reméljük, hogy kapnak majd ehhez segítséget is, hiszen sokszor beszéltünk már arról, hogy új eszközökre mindig szükség van, tehát a tűzoltásnál is, meg a mentésnél is mindig fejlődik a technika, tehát esetleg pályázatokról tudunk-e, vagy valami olyan eszközön, amit várhatóan idén kapnak?
Szerencsére jó felszereltek vagyunk, és egy ideig még elmondhatjuk magunkról, hogy jól felszereltek, modern eszközeink vannak, elégségesek a feladat elvégzéshez. Most ezeknek az állagmegóvása, karbantartása van inkább napirenden. Mindenképpen fejleszteni akar most már a gazdálkodó, a megyei igazgatóság, illetve az országos főigazgatóság, akik országos méretekben gondolkoznak, hisz mindenhova egyforma biztonságot kell biztos megadni, részben az állampolgároknak, részben a létesítményeknek, tehát akiknek a védelmért létezünk és dolgozunk. Fejlesztés folyamatosan napirenden van, hatalmas informatikai fejlesztések mennek, olyan célprogramokkal központosították a műveletirányítást, a helyügyeletek csak bizonyos helyi feladatokat látnak el azért, hogy minden magasabb színvonalra tudjon kerülni. Az, amit már régóta meg lehetett volna csinálni, most ezek bekövetkeznek. Kicsit úgy tűnhet esetleg egyeseknek, hogy elvesznek tőlünk, elrabolnak bizonyos feladatokat, de nem önös érdekből, hanem azért, hogy ez központosítva, jobban, alaposabban, jobban megtámogatva háttér informatikával, és mindenképpen eredményesebben tudjuk végezni a munkánkat. Jó munkát kívánok önöknek, és hát nekünk, mint lakosoknak minél kevesebb olyan alkalmat, hogy a tűzoltóknak vonulni kelljen, és káreseményt kelljen felszámolni. Köszönjük szépen, és ígérjük, hogy mindent megteszünk lakosok érdekébe, és a vagyon megvédése érdekébe, és minden erőnkkel ezen leszünk, ezen lesz az új csapat, az új szervezeti egység tagja is. Tanulunk, okosodunk, reméljük. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. A Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság részéről Búzás Tibor igazgató helyettes volt jelen ezen az állománygyűlésen. Hogyan értékeli a karcagiak munkáját? 2012 év azt hiszem meghatározó volt a szervezetünk életében. Négy katasztrófa védelmi kirendeltség alakult a megyénkben. Ezek közül talán a legnagyobb területű a karcagi kirendeltségünk. Az átszervezés során ugye a karcagi kirendeltséghez kettő hivatásos tűzoltó parancsnokság került. Én úgy gondolom, hogy a karcagi kollégák a kezdeti nehézségeken túllépve rendkívül jól vették az akadályokat, és egységes eljárási rendet követő, fegyelmezett kirendeltségként értékelhetjük a karcagiakat. Gondolom, hogy azért a megyében is jár, tehát azért a többi kirendeltséget is ismeri. Mit lát a legfontosabb célnak erre az évre? Tehát van-e olyan dolog, amit fejleszteni kell? Van-e lehetőség arra anyagilag, hogy valami kapjon ez a kirendeltség, ami most hiányzó eszköz? Tehát erről tudunk-e valamit mondani? Hát 2013 év meghatározó feladatai közé tartozik az új szabályozási eszközök feldolgozása, tehát teljesen új hatósági jogköreink jelentek meg, például a kéményseprőipari szolgáltatások felügyelete, de márciustól már belép a létfontosságú rendszerek és létesítmények, ez a kritikus infrastruktúra védelemnek a hatósági feladatai ellátása. Kérdezett az eszközfejlesztésekre, természetesen erre az évre is komoly anyagi forrásokat fordít az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Elsősorban a személyvédő felszerelések fejlesztésére. Ennek első üteme már az első fél évben meg fog történni, új védőruhák, sisakok beszerzése fog történni. A második fél évben pedig a technikai eszközök fejlesztésére is vannak tervei az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak. Reméljük, hogy ebből is közvetlenül karcag is fog részesülni. Hát akkor reméljük, hogy így lesz, és köszönjük szépen, jó munkát kívánunk! Köszönöm szépen! Dobos László polgármester úr is részt vett a tűzoltóság éves beszámolóján. Gondolom, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy részt vegyen egy ilyenen, hiszen így látjuk egybe a tűzoltóság 2012-es évi munkáját. Végig hallgatta a beszámolót, ön hogyan ítéli meg a tavalyi évét a tűzoltóságnak? Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Az utóbbi esztendőben szinte minden alkalommal részt vettem a tűzoltóság éves
állomány gyűlésén, amikor értékelték az elmúlt évet. Ezt most is megtettem, a mai napon is megtettem, és annak ellenére, hogy elváltak útjaink, hiszen az önkormányzati tűzoltóság most már állami fenntartásba került, továbbra is úgy gondolom, hogy szerves részét képezik a városnak, és továbbra is szeretném figyelemmel kísérni a munkájukat. 16 év telt el úgy, hogy önkormányzati tűzoltóság volt. Ez alatt az idő alatt nagyon szoros kapcsolatot alakított ki az önkormányzat és a tűzoltóság. Szerintem mindenki jól járt a másikkal, egymást segítettük és támogattuk. Bizony voltak olyan esztendők, amikor nagyon komoly segítséget kellett, hogy adjanak, hiszen természeti katasztrófák, gondolok itt például hihetetlen nagy csapadékmennyiségre, szivattyúzták a vizet, közösen oldottuk meg a feladatokat, de különböző tűzeseteknél is együtt munkálkodtunk. Én nagyon örülök, hogy ez a 16 év sikerben telt el, és biztos vagyok abban, hogy annak ellenére, hogy állami fenntartásba kerültek, a következő időszak is sikeres lesz számukra, és ezt kívánom is mindannyiuknak. Már csak azért is, mert kiváló szakemberek alkotják a jelenlegi tűzoltóságot. Én gondolom, hogy köszönhető ez annak is, hogy Lévai Kálmán ezredes úr kiváló szakmai érzékel és nagyon jó pedagógiai szemmel válogatta ki a munkatársait, a közvetlen munkatársait, a vezetőket, de a legénységet úgy szintén. Ez látszik a munkához való, a ténykedéshez való hozzáállásukon. A 2012-es év értékelésében szerencsére különösebben kiemelkedő esemény nem történt. Ez jó is, hiszen ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon komoly tűzesetek vagy olyan helyzetek nem alakultak ki itt a környéken, nem csak Karcagon, hanem a környező településeken sem, ahol, amit óriási erőfeszítések árán kellett volna elhárítaniuk. Ennek ellenére nagyon komoly munkát végeztek, és ez tudjuk nagyon jól, hogy például a közlekedési baleseteknél az nem csak egy fizikai, hanem nagyon-nagyon kemény lelki megterhelés is. Ott is megtettem, itt is természetesen megteszem azt, és jó szívvel, és nagyon őszintén, hogy gratuláljak a munkájukhoz. Én biztos vagyok abban, hogy az új vezetés is meg fogja állni a helyét, és ugyanolyan példaértékű munkát fog végezni a jelenlegi parancsnok úr, Sebők János, aki tulajdonképpen az egyik kiválasztottja volt Lévai Kálmán ezredes úrnak, mint Lévai Kálmán parancsnok úr tette ezt hosszú időn keresztül, és kívánom a legénységnek is, hogy erőben, egészségben tudják szolgálni továbbra is a várost, hiszen továbbra is a város nagyon-nagyon aktív részesei, hiszen többségük karcagi, többségében karcagi gondokat fognak megoldani. Ez sok erőt, kitartást, türelmet kívánok nekik. Köszönjük szépen az ő nevükben is!